Karinthy Frigyes, a költő. Karácsonyi legenda. A költő kényelmesen leült a kávéház asztala mellé, maga elé húzta a csészéjét, egy szem cukrot tett bele, aztán sírni kezdett. Szépen, egyenletesen sírt, előbb a jobb szeméből, aztán a bal szeméből. A csészét ügyesen alátartotta. Mikor tele lett a csésze, megtörülte szemét a szalvétával, fölkavarta a csészét, és jó ízűen szürcsölgetni kezdte. A szomszéd asztalnál magas, hórihorgas úr ült, és figyelmesen nézte a költőt. Egyszerre fölállt, és átlépett az asztalához. John Deville vagyok, mondta röviden. Az ördög? Kérdezte a költő kíváncsian. Családi viszonyaim talán nem tartoznak ide, jegyezte meg a hórihorgas úr hidegen. Egyébként üzletember vagyok, és üzleti ügyekben járok Budapesten. Mit csinál ön itt? Láthatja, uzsonnázok, sőt, mondhatnám, ebédelek. És ez mind eredeti? A költő vállat volt. Mr. Deville fölemelte a csészét, megszagolta, bemártotta egyik ujját, és megízlelte. Bólintott, aztán megnézte az óráját. Fél óra múlva utazom Manchesterbe. Nem szeretem a hosszú tárgyalásokat, tehát egészen kurtán megteszem önnek ajánlatomat. Ön szállít nekem ebből a folyadékból havonta 2-3 litert, literenként 600 dollárért. A pénzt a manchesteri gyárom bankosztálya a folyószámlára utalja ki önnek havonta, előre. Az első részletet már e hó elején megkapja. Küldeményét legkésőbb jövő hó 15-ére várom. Ajánlom magamat. John Deville eltűnt, és a költő megdörgölte szemeit. Butaság, mondta idegesen. Elsőjére azonban pontosan megkapta a jelzett összeget. Első elragadtatásában odáig volt az örömtől. Kabátot vett és fehér neműt, kibérelt egy puha kis fészket magának, szenet vásárolt, és élni kezdett. Egy hét múlva lelkiismeret furdalás fogta el. Itt az ideje, hogy szállítson valamit a kitűnő John Devillenek, a terminus közeledik. Este tehát korábban ment haza a klubból, ahová beiratkozott, jól befűttetett a kályhába, megvacsorázott, és fölvette pizsamáját. Aztán az íróasztal elé ült, odahúzott egy finom mokkacsészét, tett bele egy kockacukrot, fölnézett a plafonra, hogy most dolgozni fog. Várta a könnyeket, de hogy 5 percig semmi se jött, nyugtalanul nyomkodta meg a szemeit. Na, mi ez? Mondta zavartan. De még mindig nem jött semmi. Gyerünk csak, mondta a költő idegesen és sértődötten. Hát mi lesz? Legörbítette a száját, és hangosan sopánkodni kezdett. Ó, én szegény, szomorú féreg, mondta a költő egyre hangosabban. Ó, én szegény koldus. Hiába, semmi se jött. A költőt rémület fogta el, hiszen így nem tud szállítani semmit. John Devillenek, a jó életnek lőttek. Vadul és kétségbe esetten nyomkodni és masszírozni kezdte a szemeit, fölülről lefelé, és lihegett hozzá. Ez így nem megy, mondta végre. Nem lehet becsapni az öreget, látja, hogy nem vagyok koldus, másra kell gondolni. Percnyi szünet után újra kezdte. Ó, szegény, boldogtalan emberiség, ó, mennyit szenvedsz el, ha meggondolom. Szegény, szegény embertársaim. Figyelmesen várt, de egyre fokozódó rémülettel vette észre, hogy a szeme egyre szárazabb lesz. A szája pedig már is kezd visszafelé görbülni, sőt, fölfelé, akárhogy nyomogatja vissza. A szíve összeszorult az ijegységtől, mert érezte, hogy a gyomra gyanúsan hullámozni kezd. Szegény, szegény embertársaim! A hideg verejték lepte el homlokát, érezvén, hogy a szája egyre szélesebbre húzódik, és mindjárt a füléig, és ha ez még egy percig tart, akkorát röhög, azonnal, hogy megpukkad. Elsápadt. Hiszen így vége mindennek. Most mondjon le a jó életről, amikor már belekóstolt. Pillanatig habozott, aztán dacosan fölvillant a szeme, fölállt, odament a vizes kancsóhoz, öntött belőle egy keveset a teaforralóba, gyengén megmelegítette, és beleöntötte a csészébe. Kis sót kevert hozzá, és néhány gram hamut. Jól fölkeverte, palackba dugaszolta, lezárta, és pecsétettet rá. A palackot aztán föladta a manchesteri gyár címére,
és szívdobogva várta a választ. Elsőjéig pontosan leszállította a 3 litert. Elsőjén a pénz minden különösebb megjegyzés nélkül megérkezett. A költő fellélegzett, azonnal titkárt fogadott, laboratóriumot rendezett be és munkához látott. 2 hónap múlva arra való hivatkozással, hogy a nyersanyagok nagyon megdrágultak, fizetésemelést kért. Új szerződést csináltak, és a költő kibővítette az üzemet. Később megvette John Deville-től a manchesteri gyárat, és ő maga szállította nagyban, politikusok és fejedelmek számára az emberiség békés fejlődéséről és boldogulásáról szóló nyilatkozatokhoz való anyagot. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát ez a szöveg is egy kávéház megidézésével indult. Hát itt ülünk a New York kávéházban, és azt hiszem, hogy látszik is, hogy 2 jó barátunkat idézzük meg a mai beszélgetésbe, Karinthy Frigyest és Kosztolányi Dezsőt. Az ő életük nagyon sok szállal kapcsolódott kávéházakhoz, de kifejezetten ehhez is, és 1907 a dátumuk. Na nézzük, 1907, ugye 20 és 22 évesek. Ugyanaznap a New York előtt egy ismerősön magas, bohémesen hanyag, de gentrisen büszketartású úrral beszélgetett. Oda mentem, ismerősen bemutatta Kosztolányi Dezső. Én is be akartam mutatkozni, de a szél elvitte a kalapomat, és utána rohantam. Délben a korzón megint összekerültünk, ugye ez volt Karinthynak a visszaemlékezés, és ugyanerről Kosztolányi így emlékszik. Én is áhítatos aprólékossággal gondolok vissza Karinthy Frigyessel való első találkozásomra. Első érzésem ez volt, jaj de furcsa. Második pedig ez, jaj de fiatal, mert én, aki ekkor már olvastam pár szikrázó szatírát, idősebbnek képzeltem őt, egészen akár aggastyánnak. Na jó, szóval ez felelevenedik, aztán később 1908-ban Karinthy itt kilép a kávéháznak az ajtaján, és a elé lépő Dohány utcából kifordul a Harmos Ilonát is itt ismeri meg. Szóval ez egy fontos helyszín az életükben, ahol éltek, alkottak, barátkoztak, játszottak. Igen, hát az ő kettőjüknek a barátság egy olyan legendás barátság, ami már az életükben legendásult és elterjedt, hogy ők elválaszthatatlanok. Nem véletlen, hogy a már fölemlegetett Harmos Ilona a visszaemlékezéseiben megírja azt, hogy olyan elválaszthatatlan lelki társak voltak, akik külsőben egyáltalán nem hasonlítottak egymásra, de a belsejükben, a gondolkodásukban, a mentalitásukban gyakorlatilag kiegészítették egymást, és ez valószínűleg tényleg már így az első barátság első pillantásra lehetne mondani. Tehát ez a jaj, de furcsa érzés, ami Kosztolányban megfogalmazódott Karinthy iránt, az végig megmaradt. Tehát később ezt meg is fogja majd írni, regényben is majd ez a furcsaság lesz kidomborítva. Kosztolányi pedig ugye majd Karinthy tollára is kívánkozik, de hát az, hogy ők rögtön így egymásra találtak, az talán így a század előnek a forrongó levegőjében, amikor mindenki az új kultúrára volt kíváncsi, és ennek az új kultúrának ők voltak a letéteményesei, ugye a nyugat első generációja. Tehát az ő találkozásuk amennyire véletlenszerű volt, annyira szükségszerű is legalább. Én is idézem ezt a Kosztolányi Dezsőné írást, ugye hát az egész korról, rengeteg mindenkiről ír Harmos Ilona. Igen, azt mondja, hogy külsőben semmiképpen sem hasonlítottak egymáshoz, annál inkább lelki alkatban. Mindketten rendkívül érzelmesek, kamaszosan játékosak, konvenciómentesek voltak, fütyültek minden hivatalos tekintélyre, még a sajátjukra is. Ami jellemző meg, hogy valahogy az, hogy kávéházba zajlik a szerkesztőségi élet, kávéházba zajlik az ő életük, az ma talán furcsa visszagondolni, de hogy ez így volt az egész korban, itt a Karzaton volt a Pesti Naplónak, vagy a Nyugatnak is a szerkesztése. Igen, hát erről irodalomtörténeti forrásmunkák és visszaemlékezések vannak, tehát hogy különböző kávéházakban, különböző időkben rendszeresen ott ültek ugyanazok az írók, és a bámész nép, a kultúrára kíváncsi járókelő szó szerint megállt az üveges kirakat előtt, és nézte, hogy nézd, ott van a Karinthy, éppen beszélget, vagy éppen dolgozik. És tény az is, hogy ez egy olyan létforma volt, ami túl a legendásításon, hogy itt tudtak csak dolgozni, mert itt volt fűtés, itt volt áram. Tudjuk, hogy az is egy már legenda, hogy kézirattal lehetett fizetni a kávéért, mert valószínűleg ilyen nem történt.
De ezek mellett az, hogy bizonyos időközönként ezek az emberek találkoztak is, egy helyen voltak, ez még ugye az internet előtti korszak jóval. Tehát, hogy kontaktusba kellett, hogy lépjenek egymással, az volt az igazán meghatározó. Ja, most elhangzott egy karinti szöveg, most olyan egy Kosztolányi, azt hiszem, hogy egy olyan legendás vers, amit mindannyian ismerünk, szeretünk. Úgyhogy kérlek szépen, Gábor. Kosztolányi Dezső, mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kislánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, és egy kacskaringós, kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapu alján. És akarok még égőpirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig írnék. Kékkel húgomnak, anyámnak aranyjal, aranyimát írnék az én anyámnak. Aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám. Egyre írnék egy vén toronyba, szűnes, szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem. Köszönöm szépen, ez meg ugye a Kosztolányi Dezső. Csodát nekem kötetben szerepel, karácsonyi prózák és versek. Hadd kérdezzek meg mind a kettőtöket, ugye azt megidéztük, hogy Harmos Ilona azt mondja, hogy ez a két ember külsőképpen nem hasonlítanak, de inkább lelki alkatban. Hogyha az ő munkáikra gondoltok, ez nektek is megvan ez a hasonlóság? Mondjuk lelki alkatra, vagy az írásaikra? Nekem soha nem voltak ilyen értelemben rokonok. Sőt, tulajdonképpen furcsálom, hogy gyűlölhették volna egymást igazából, szóval ez is benne lehetett volna a pakliban. Ez a két embernek a nagysága tulajdonképpen szerintem, hogy szerették egymást. De azért az is érdekes, hogy ha már Harmos Ilonánál tartottunk az előbb, hogy ugye amikor bajba került a Radákovics Mária ügyben Kosztolányi, akkor nem Karintit kérte meg, hogy falazzon, hanem Füstmilánt kérte meg. Tehát azért nem tudom pontosan miért, de lehet, hogy ebben már a Karinti betegsége is belejátszott. De minden esetre az furcsa, hogy mi lehetett az, ami őket valójában, tehát hogy ez egy mély barátság volt-e, vagy egy felületes barátság volt, azt nem tudom, mert ez nagyon, hogy mondjam, ezt jól lehet használni, ha a kávéházról beszélt. Igen. Az előbb a Tamás, ugye egy kávéház is tudta használni, hogy ők itt alkotnak, de ugyanakkor ők is tudhatták ezt használni, hogy ők jó barátok. Tehát, hogy ez egy izgalmas dolog, de a kettejük, ha mondjuk azt veszem, de hát ez az én ízlésem nyilván, én azért a Karinti költészetét, hogy úgy mondjam, hát nagyon, nagyon más serpenyőbe tenném, mint a Kosztolányi költészetét. Tehát ilyen értelemben én egy jelentősebb valakinek tartom íróilag, vagy irodalmilag Kosztolányit, vagy közelebb áll hozzám. Ugyanakkor a kamaszkorom jelentős része a Karinti imádatban telt. Tehát úgy emlékszem magamra, mint kamasz fiúra, akire leginkább ez a furcsa, keserű, egyébként megszenvedett humor, ami jellemezte a Karintit, ami nagyon fontos része, az számomra kikerülhetetlen volt, sőt, mindenről úgy éreztem, hogy tulajdonképpen mindent megírt. Tehát, hogy csak egy mondatban írta meg, amit más író egy egész regényt áldozott arra valamire, de Karinti, mint témát valamilyen módon, olyan, mintha teleírta volna az egész életet a Karinti, és onnan tulajdonképpen csak meríteni kell, hogy most éppen ezt szeretném megírni, amit a Karinti oda dobott mondjuk egy furcsa karcolatban. A Karinti a felületen túl könnyen kínálja magát, és kell egy bizonyos munka, amíg leásunk a mélyére. Ezt ő ugye megfogalmazta egy olyan metaforában, a krumpli virágnak a metaforája, hogy a virágát sejtik, de a gumója a föld alatt marad. Egy nagyon komoly író volt ő is, csak meg kell dolgozni azért, hogy a műveinek a mélyében milyen jelentős rétegek vannak. A stílus különbségekre visszatérve meg annyit lehet mondani, hogy
azért annyira nem áll távol a két életmű egymástól szerintem, holott majdnem szöges ellentétek. De a mélyükben ugyanaz az elv vezérli őket. Ugye Karintinál van a nyers, harsány humor, ami sokszor egy groteszk vagy egy szomorúság szülte keserédes humor, de rajta mindig lehet fennhangon nevetni például. Uh-huh. A Kosztolányi, ő inkább a nyelvi humor gyakorolta, nála a nyelvben van elrejtve, egy-egy mondatnak az ellentéteiben, vagy a nagyon merész képzelettársításokban. Ugyanakkor mind a két életműnek a mélyén ugyanaz a kíváncsiságban és az igazságnak a föltétlen szeretet és az igazmondásnak az alapja. Tehát, hogy Karinti ezt kezdte már a paródiáival is megfogalmazni, hogy kifigurázni a rosszat és dicsérni a jót. Kosztolányi pedig a kritikáival és az eszével is ugyanezt tette. Tehát ők valójában a mélyben mindig ugyanazt az igazságot keresték, csak más-másféle megfogalmazásban tárták azt az olvasó elé. Most említette Gábor ugye a Harmos Ilonát, hát én is még egy kanyarral hadd térjek vissza, tehát ugye úgy szól ez a történet, amit megír Harmos Ilona és meg megír az Ördög Görcsbe Marci is, hogy egy elég furcsa öltözetbe Karinti Frigyes kilép az ajtón a New York kávéház, tehát hogy egy ilyen kemény kalap, egy vasbotot lóbál, egy csíkos, rövid póló, egy barna kiskabát, egy fehér porcelánnadrág, lehet, hogy sokan nem is tudják, mi ez a porcelánnadrág, és az eléje toppanó a Dohány utcából kiforduló Harmos Ilona fiatal színésznőt 1908-ban, leszólítja és hazakíséri, bár nem mennek azért olyan messze, mert elég közel lakott Harmos Ilona, aki azt mondja, hogy feljött hozzánk, és már is abban a percben otthon volt, és én is azt éreztem, hogy mindig ismertem őt, olyan magától értetődően viselkedett. Hát ez egy érdekes történet, igen, tehát, hogy a visszaemlékezésekre lehet csak hagyatkozni. Igen, Karinti azzal ment oda Harmos Ilonához, hogy ő már írt róla kritikát, és ő tudja, hogy kicsoda, a Harmos Ilona pedig hát ismerte az akkor már a sajtóban megjelenő irodalmi paródiákat, tehát így névről már ismerték egymást, és a visszaemlékezés, ha egy icipici részletet föl lehet belőle nagyítani, akkor az ugye arról szól, mondhat, hogy Karinti rögtön otthon érezte magát. Tehát, hogy életében először belép egy ismeretlen nőnek a soha nem látott családi lakásába, és ott rögtön végigjár mindent. Végignézze az összes szobát, megfogdossa a tárgyakat, állítólag összetöreszt azt, de hát véletlenül, és tényleg ez a nagyon közvetlen, tehát a közvetlen barátság, a kíváncsiság, és az is lehet, hogy a Harmos Ilonával is rögtön így egy húron pendültek, tehát amikor azért ott is megérezhette egymásban a két alkotó személy a hasonlót, ez is belefér. Meg hogyha kávéhez, akkor arról is legenda kering, hogy itt a New Yorkban mutatta be Kosztolányi Karintinak Judiketet? Úgy emlékszem, hogy erről is van egy legenda, hogy Judiketel játszási lehetőség és szerződés nélküli színésznő volt, amikor a New York kávéhez karzatán találkozott Karinti Frigyessel, asszony volt már ekkor három gyermeknek az anyja. Minden út New Yorkba vezet, hát akkor lehet ez egy új mondás. Meg hogy nem csak a New Yorkba jártak, hanem ugye ismerjük, hogy a Hadikba is, meg egyébként a Centrálba is, és hogy már beszéltünk erről, hogy ilyen szerkesztőségi élet is volt, meg barátkoztak, meg akkor a nőkkel itt voltak, meg randevúztak, és hogy itt a Karinti Frigyes kötetben is ugye szerepelnek játékok, amiket játszottak a kávéházakba, akár a Hadikba. Egyébként hadd kérdezzek meg benneteket, mert a mai világban, most nem pont ebben a pár hónapban, de a mai világban, tehát ez elképzelhető, hogy egyszerűen van egy olyan világunk, ahol színház előtt, színház után folyamatosan mindenki ott van? Hát igen, ez már nincsen. Például most, hogy így beszélsz erről, eszembe jutott, hogy annak idején, amikor Kaposváron voltam színész, ugye ott töltöttem 8 évet az életemből, ott például, ha ilyen nem is történt, de a magyar szellemi élet krémje nem egyszer megfordult. Tehát ott a színháznak a társalgójában, ahol a színészek előadás után ücsörögtek, és igen sokáig ücsörögtek, tehát a hajnali 2:30-ig mondjuk nagyon sokszor, ott Budapestről lerándultak oda igen sokan, és akkor ott kialakult valami, biztos, hogy volt olyan is, amikor egy darab ötlet ott született, vagy valami, de ez ma már tulajdonképpen a fészek lenne hivatott, vagy lett volna, vagy lenne.
talán ez a helyes kifejezés, de igazából ma már az emberek nem nagyon ezt a fajta társasági életet nem lehet megtapasztalni. Van mindenféle, de szerintem ez nincsen. Vagy én legalábbis nem nagyon találkoztam ilyennel. Igen, mert olyan jó nosztalgikusan visszagondolunk meg ezeket a játékokat, a hadik történetében is rengeteget tudok, meg ugye itt a New Yorkban, és ezek lehetnek fizikai játékok, de ilyen szójátékok is, amik nagyon jellemzőek voltak rá, hát szintén a Halmosi Anna és Csomóról beszámol. Felidézünk egy-kettőt? Ugye van a például a mindenki által ismert Esperente játék, amit gondoljunk el, amikor összegyűlnek mondjuk 5-en, 6-an vagy 10 költők, és elkezdenek olyan nyelvjátékokat beszélni, hogy mondjuk csak E betűvel beszélni. Ezt még mind a mai napig ugye űzik egy-egy helyen, meg lehet találni mindenhol Esperente nyelvű hozzászólásokat például, de a Kosztolányiné könyvében külön rész szól arról, hogy ennek is többek között Karinti volt az egyik nagymestere. Két embernek a barátsága mindig fönt és lent. Szóval vannak fontos pillanatok, bizalom egymás iránt, jó pillanatok, és vannak nehézségek is, vagy ilyen próbakövek. Mondasz egy-két ilyet, ami ilyen próbakő lehetett az ő kettejük kapcsolatában? Gábor említette itt az előbb, hogy ők akár nagyon haragudhattak is volna egymásra. Tehát amikor két kvázi zseni, tehát hogy nagyon nagy formátumú alkotó találkozik, egyáltalán nem biztos, hogy barátok lesznek. Például ők ezt úgy hidalták át, hogy volt egy közös ellenség, őt úgy hívták, hogy Ady Endre. Tehát őt, másért, másért? Igen. Így másért, másért. De ebben szövetségre találtak, ennek is megvannak az írásbeli dokumentumai. De hát azért érdemes belegondolni abba, hogy azért két teljesen más származású ember találkozott itt. Ugye a Nyugatnak az első generációjáról az híresült el, hogy ők a vidékről fölkerült alkotók, jött Babics innen, Móric innen, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kosztolányi ugye Szabadkáról jött. Egy nemesi családnak a sarja volt, ugye megkerestette utána a nemesi kutyabört, és ez az ő identitásának a részét képezte. Budapesti születésű volt, Karinti Frigyes, ugye egy asszimilált zsidó családnak a sarja, egyáltalán nem lett volna törvényszerű, hogy összebarátkozzanak. Tehát ez két külön világ, ugyanakkor tényleg ez az alkotó génusz közel sodorta őket egybe. Ez már rögtön egy ilyen próbakő volt szerintem rögtön a megismerkedésükkel, hogy áthidalják ezeket a szociokulturális különbségeket. Aztán ott volt ugye mondjuk Trianon, amikor Kosztolányinak szembe kellett néznie azzal, hogy az ő családja határon túl rekedt, és nagyon sokáig nem. A Karintié viszont itt. És akkor ezt is föl kellett dolgozni. Ekkor volt Kosztolányinak ugye a politikai újságíró korszaka. Utána pedig jöttek az olyan fordulatok, hogy például kiáll Babics pártjára, kiáll Babics ellen feléül, és később utána, amikor már tényleg szétválaszthatatlan barátok voltak, akkor pedig jöttek a betegségek. Ugye az egymást váltó betegségek, Karintinak az agydaganata, Kosztolányinak a rákja, és úgy szintén visszacsatolnék Gábornak az egyik korábbi mondatához, amikor Füst Milán lett a bizalmasa Kosztolányinak a Radákovics szerelembe, ugyanakkor Karinti pedig tudott az egészről, mert egy névtelen, illetve egy cikkben, de névtelenül leírja az esetet. Lehet, hogy nem volt annyira megbízható ezekben a levelezési ügyekben, hogy elhagyott volna leveleket, vagy rosszul kézbesítette volna. Így alakult, hogy Füst Milán. Na most szeretnék kérni egy részt az Így írtok tiből. Felvezetett egy pár szóval ezt a kötetet? Azt gondolom, hogyha mondjuk a közvéleményre gondolok, hogy mi a legismertebb mű, amit ismerhetnek Karinti Frigyestől, akkor természetesen ott van mondjuk a Tanár úr, kérem, vagy ott van az Így írtok ti, nem? Hát az Így írtok ti, azt ugye Karinti Frigyes 1912-ben jelentette meg, de maga a paródiáknak a sorozata korábban indult, 1906 körül kezdte publikálni a darabokat, és azt szokták mondani, hogy azok sértődtek meg igazán, akik nem kerültek bele ebbe a kötetbe, mert ez egy irodalmi paródia kötet, na már most pont Kosztolányi írja egy helyütt, hogy parodizálni
csak a nagyon jó, illetve a nagyon rossz szerzőket, lehet, akiknek van saját stílusjegyük. Egy hallatlanul mulatságos könyv, és én úgy tudom, hogy egyébként voltak sértődések, de tény, hogy aki belekerült, az ismerté vált. Tehát ez egyféle kritikakötet is, egyféle kortárs irodalmat népszerűsítő kötet is, hiszen gondoljunk bele, amikor 1912-ben ez a kötet megjelent, akkor még nem klasszikusok vannak benne. Akkor Babits Mihály még nem klasszikus. Akkor Kosztolányi is még csak egy kvázi kezdőköltő, és Móricz sem még az érettségi tétel. Tehát ő itt a saját kortársainak ad egy nagyon-nagyon erős reklámértéket azzal, hogy egy ilyen népszerű kötetben emlegeti őket, tehát hogy mindenféleképpen reklámozza a saját kortárs irodalmát. Akkor jöjjön egy portré belőle. Szabolcska Mihály. Hit, remény, szeretet. Karácsonyi mellékletre féláron. Szívünk felett az éjszakából csupán a hit mécse világol. Tartson hát össze titeket, a hit, remény és a szeretet. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű. A nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár után. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép. Piros fedél, fehér tanya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dalt kíván, bizony szép, tiszta dalt kíván. Kicsiny kunyhóban szeretet, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom én. Mert bíbor bársony vendégségnél jobb egy napi egészség, opasznoje van se nagnuti, kéretik nem dohányozni. Köszönöm szépen. Hát most, hogy hallgattalak benneteket, meg ugye megint Karinti, de hogy mondtad, hogy Kosztolányi hogy fogadta, vagy Kosztolányi hogy írt róla, szerintem nagyon izgalmas lehet az, megint akkor kettőjüket, vagy akár a barátságukat onnan megnézni, hogy hogyan reagáltak egymás írásaira, hogyan fogadták egymás írásait, hogyan mutatták benne, vagy hogyan csináltak egymásból akár regényhőst. Egy picit nézzünk ilyen területeket? Nézhetünk, mert elég sok példát lehet említeni. Ugye Kosztolányi egyik főművének tartjuk ma az Esti Kornél című novella ciklust, ami 1933-ban jelent meg, és ott van egy fejezet, amiben megjelenik a Balkán egylet. Ezt már Kosztolányinél leírta, hogy ez a Balkán egylet, ez dekódolható, hogy kikből állt. Ő Kanickit említi, Sárkányt, illetve Esti Kornélt. Igen. Nem nehéz megfejteni, hogy a Kanicki az a Karintit akarja, Esti Kornélról tudjuk, hogy Kosztolányi Dezsőnek az alakmása, Sárkány pedig Somjó Zoltán volt, a baráti társaságoknak a harmadik költője. Kosztolányi leírja, hogy például hogyan viccelődtek az utcán, milyen polgárpukkasztó játékokat eszeltek ki, hogyan imitáltak veszekedést, ami után ölelkezve legjobb barátokként haladtak tovább, hogyan dobáltak ismeretlen emberek után apró pénzt, és röhögtek azon, hogy az keresi. Tehát itt ilyen novella hősök lettek. De itt jön az érdekesség, mindezt Kosztolányi egyszer már megírta korábban, mégpedig az 1921-es Néró a véres költőben, csak ókori díszletek közé helyezve, ott Néró és a barátai csinálják ugyanezt. Tehát például a pénzdobós jelenet az majdnem szóró-szóra megegyezik a két Kosztolányi írásban, és ugyanazt a polgárpukkasztó cselekedetet hajtják végre a római regényben is. Nem véletlen, hogy ugye Kosztolányi mondta azt, hogy ez egy bármelyik akkori kávéházban játszódhatna a véres költő, mert valójában a római kori díszlet az nála tényleg csak díszlet, és a saját kortársairól írt egy regény, ez egy értelmezés. Nem véletlenül az sem egyébként, hogy ha belegondolunk az Édes Annába, amit mindenki ismer, hogy ott van egy szereplő, a patikárius Jancsi. Mellékszereplő, de fontos dolgokat művel Édes Annával. És ő például mit olvas?
Hát ő például az Így írt oktit olvassa. És egy angol nyelvtankönyvben, de nagyon fontos, hogy az Így írt okti belekerül ebbe a regénybe. Karinti ugye paródiákat írt róla, nagyon sokan kritikát írtak egymásról. Karint írta az egyik legértőbb kritikát Kosztolányinak a Szegény kisgyermek panaszai című egyik legfontosabb könyvéről, amivel Kosztolányi ugye belépett valójában a magyar irodalomba. És végig kíséri az életüket az egymásról való írás. Kosztolányi nagy esszét írt Karintinak a paródiáiról, és hát mivel Kosztolányi halt meg először, Karinti írta meg az egyik legértőbb nekrológot. A nekrológot, így van. Kosztolányiról ez a zöld tinta kiapadt. Egyrészt hallatlanul szórakoztató olvasmány, amit egy nekrológtól nem feltétlenül várunk el, ugyanakkor nagyon mély és bölcs és megértő, és a viccelődésében is eléggé melankolikus azért. És szerintem az édesannáról már mondtál pár szót, de izgalmas azt is megidézni, hogy Karinti mit írt róla, és ez egy milyen hangvételű írás? Karinti Frigyes írt róla egyszer, és az 50 éves költő című ünnepi esszéjében, amiben Kosztolányit köszönti, ott van egy többek által idézett passzusa, hogy ő észrevette a regény egyetlen hibáját. Mert ez tényleg egy nagyon jó regény, majdnem kiváló, egyetlen egy hiba van benne. Édes Anna miért sok-sok sütit eszik a gyilkosság előtt, mert hogy ez ugye hitelteleníti az egész cselekvéssort, hiszen aki a gazdáit szándékozik megölni, az esetleg egy kis sült csirkét eszik, és maximum egy-két darab süteményt, de a sok-sok süti az nem fér bele ebbe a lelki állapotba, és itt ennek a nyomán kezdett el Kosztolányi vagy Karinti gondolkozni, hogy hát akkor talán újra kéne olvasni az egészet, hogy hol ragadja el a Dezsőt az a nyelvi hév, ami ezt a sok-sok sütit szülte, mert jobb lett, az is jobb lett volna, hogyha csak sok sütit eszik, édes Anna. Most jöjjön még egy rész, menjünk vissza az Így írtok tihez, és akkor utána majd a dedikálásokról is beszélgetünk. Móri Zsigmond, debreceni karácsony. Nagy, széles, pászmás hóbunda, búbos vintyóka, végig a határ mentén, magyar tél, Istenem, milyen szép! Járok benne, megereszkedve. Abálódik a szürke ódal szalonnyika, tepertyés, tarja, jóféle fortyogóval. Karácsonyfa. Debreceni csüng róla. Meghatva nézegetjük, pattogatott kis menyecském duzzogva csap hol a kezem fejére, hol a fejem kezére. Menjik má, inkább ott bokrot ugrosnék. Csak színészkedés-e is? Menek már. Egyébként különösen izgalmas az, hogy lapozgatom a könyvet, ahogy hallgatom a szövegeket, meg egy picit elmerültem benne, szóval, hogy az ünnep mit jelentett nekik a karácsony, vagy akár majd, majd az új év szempontjából is. Te foglalkozz egyébként már ilyen tematikusan azzal, hogy hogy jelent meg, hogy hol jelenik meg a karácsony, vagy az új év Kosztolányinál? Így nem. Karintinak a szilveszteri írásaival foglalkoztam. Ez egy kevésbé ismert Karinti sorozat. Neki szerintem ezt egy alkalom szülte. Egyszer írnia kellett egy szilveszteri cikket, és az az ötlete támadt, hogy van egy notesza, amiben fölírja az ötleteit évközben. Azok az ötleteket végül is nem írta meg, nem dolgozta ki, de maguk az ötletek is voltak annyira jók, hogy azokból csinált egy írást, és semmi más nem csinált, mint kimásolta ezeket a jegyzeteken, és ebből csinált egy cikket. Hallatlanul izgalmas, érdekes, és tényleg sziporkázó ötletek sorjáznak ebben a kötetben, is helyet kaptak ezek az ötletek, és úgy tűnik, hogy ebből ő előbb-utóbb teljesen tudatosan egy sorozatot csinált, az lett a címe ennek a sorozatnak, a szilveszteri végkiárusítás. Minden szilveszterkor felsorolja az abban az évben meg nem valósított ötleteit. Itt pedig van az irodalomnak egy olyan szó szerint láthatatlan vonala, amit nem ismerünk.
Itt a beszélgetés előtt már egy e-mailen összekapcsoltunk, és én is küldtem nektek dedikációkat, és olyan izgalmas egyébként nézni, hogy egymásnak dedikáltak. Nem tudom, hogy hogy fogadtad, Gábor, az a káinos. Tamás, te már biztos rengeteget dedikáltál, de azért ez egy rettenetes feladat lehet, hogy személyesen írni valamit valakinek, pláne ha barátról van szó. Szóval én is voltam olyan helyzetben, hogy valakit megkértem, hogy dedikáljon, és akkor külön kérte, hogy hát hadd ne írjak semmit, csak hadd írjam oda, hogy neked, és hogy aláírom. Tehát ilyen is van, és el tudom képzelni, hogy néha kifogynak a fantáziából egyszerűen ezek az írók, és már nem pont azt írják, amit egyébként írnának, meg az életben sokkal inkább elmondják egymásnak azokat a furcsaságokat, vagy fanyar mondatokat, amiket egyébként pont akkor, amikor le kéne írni, akkor nem írják le. Szóval ez egy bonyolult szituáció. Ezt a dedikációt azért érdemes idézni. Karinti Káinnak testvéri szeretette, Kosztolányi Ábel. Tehát ez az Ábel és a Káin közötti testvéri szeretetnek ismerjük ugye a végén. Ez egy nagyon beszédes dedikáció, 17 karácsonyán írta ráadásul testvéri szeretettel lesz Kosztolányi. A dedikációk is nagyon sok mindent elárulnak, és van egy cikk, ami az ő kettejüknek a dedikációs különbségeivel foglalkozik, és pont ezt írja le, amit mondtál, Gábor, tehát, hogy két teljesen külön típus volt, mind a ketten megszenvedtek, ez egy nagyon nehéz műfaj, mert nagyon rövid terjedelembe kell beleszorítani akár egy egész kapcsolaton. És erre Kosztolányi azt találta ki, hogy előbb-utóbb mindenkinek csak azt írta bele, hogy szeretettel. Hát igen. És utána megindokolta, hogy ő azért mindenkinek azt írja, hogy szeretettel, mert annak a szónak ott helyi értéke van, és a címzet pontosan tudja, hogy ez a szó mit akar. És mindenkinek ezt írta bele. Karinti ugyanebben a cikkben nyilatkozik, ő pedig azt írja, hogy próbálja mindenkinek egyéníteni. Tehát a legkevesebb olyan dedikáció van, ami szeretettel, azok általában könyvnapiak. Ő mindig próbált valamit. Tehát ő hosszabb a könyv. Ő hosszabban, frappánsabban, viccesebben. Ez az alkatukra is nagyon-nagyon árulkodó, mert Kosztolányi azért is írja csak azt, hogy szeretettel, nehogy túl sokat eláruljon magából. Ellenben, hogyha Karinti azt írja, hogy anyagi pártfogómnak, akkor ott már rögtön lesz egy fogás rajta, mert elkezdhetünk gondolkozni, hogy mi van itt a háttérben. Most akkor a Kosztolányi hogy segítette Karintit? Most adott neki pénzt, szerzett neki munkát? Nem tudjuk, erre kellenek majd az életrajzi kutatások, hogy például ezt az ajánlást is felfejtsük. Igen. A másik, most kinyitottam, hogy egy gyönyörű illusztrációk vannak ebben a kötetben. Itt például egy ismert jelenetet látunk, hogy a Karinti életében a Cepelinnel való találkozás nagyon izgalmas volt, és most a dedikálásra jutott eszem, hogy egyébként ők leveleztek, mert innen pont küldött egy képeslapot Kosztolányinak. Nagyon kevés egymáshoz írott levél maradt fönt. Egy-kettő fönt maradt. De a Cepelin az egy olyan nagyon fontos esemény volt valóban Karinti életében, hogy onnan küldött egy képeslapot. Igen. Hogy itt van a Cepelinen, ugye riportokat is írt a Cepelinről, hogy ő ott utazik, ez akkor tényleg egy nem hétköznapi truváj volt. De van közös levelük, hallatlanul mulatságos, amit ugye az egyik kávéházból írnak Gellért Oszkárnak, hogy ott a félreeső mellékhelyiségben találtak egy eredeti Adi kéziratot, és most ezt szeretnék eljuttatni a szerkesztő úrnak. Hát, hogyha még Földesi Gyula tanár úr is megszagolná, akkor biztosan tudná az eredetiségét igazolni. És a dolognak a slusszpoénja, hogy fönn maradt ennek a levélnek a melléklete, az egy paródia, egy Adi paródia, amit ketten írtak, illetve mind a ketten írtak egyet-egyen, és nagyon érdekes összehasonlítani a két paródiát. Karácsonyi, újévi tematika meg a könyvek kapcsán nekem felmerült, hogy picit játszunk el ezzel a gondolattal, hogy milyen újévi fogadalmat tennének, vagy szerintetek hogy gondolkodnának? Én biztos vagyok benne, hogy Karinti megfogadná azt, amit minden évben megfogadott, hogy megírja a főművet. Igen. Ez biztos, hogy így van. Kosztolányinak szintén félbe maradt egy műve, a Mostoha.
Igen. Amit szintén megfogadott másnak, ugye az unokatestvérének, Csát Gézának fogadta meg. Lehet, hogy azt akarná befejezni. És általában az interjúban, vagy a beszélgető partnerimtől meg is szoktam kérdezni, most tőlük nem tudjuk megkérdezni, de ugye a boldogság felé tartásról, vagy a boldogságról fog szólni az utolsó szöveg, ezek nagyon küzdelmes életek voltak szerintem. Szerintem a Karinti boldogtalan volt, vagy boldogtalanabb lehetett, mint Kosztolányi. Az az érzésem, vagy legalábbis a műveiken keresztül van egy ilyen érzetem. Kosztolányi inkább megtalálta ugye a boldogságot. Noha, hát ugye, ahogy az utóbbi időben egyre inkább lehet olvasni, hogy azért szerekkel próbálta ezt biztosítani magának. Azért hát két egészen csodálatos íróról van szó. Valószínűleg zsenik voltak, tényleg. És azzal mindig is a nehéz élet párosul, szerintem. Tehát a boldogságról is azért tud valaki írni, mert a boldogtalanságot ismeri valószínűleg. Egyetértek Gáborral, és nagyon utalásosnak érzem azt, hogy Karintinak is még csak töredékben sem, vázlatokban maradt egy regénye, és beszédes a címe, tehát Mire a karmok kinőnek. Tehát, hogy ő még tervezett egy ilyen regényt, ez nem egy boldog regény címnek tűnik nekem. Ő szerintem elégedetlen volt magával is. Tehát ő mindig a nagy főművet hiányolta, és mindig azt magyarázta, hogy egzisztenciális körülményei kényszerítik arra, hogy elaprózza magán, és ahelyett, hogy egy nagy regényt írt volna, ahelyett írta meg ezeket a krokikat, karcolatokat, amiket egyébként nagyon szeretünk, és mindig egy nagyon mély gondolati mag bújik meg mindegyiknek a végén. Ő íróilag szerintem kevésbé tudta teljesíteni azt, amit elképzelt magának, találkozás a fiatalemberrel, már ott benne van, pedig azt egy fiatalember írja, még csak 20 éves, amikor szembenéz a 10 éves magával. De Kosztolányi ebben a szempontban jobban sáfárkodott a saját talentumával. Tehát ő jobban kifutotta magát íróilag, és jobban kifutotta magát költőileg. Szerekkel és szeretőkkel élt a végén. Ez is kellett neki hozzá. De igen, a végső soron azt kell mondani szerintem, amit Gábor mondott, hogy Kosztolányi mindenféleképpen boldogabbnak tűnik. Bár azért érdekes, hogy a találkozás egy fiatalember kapcsán eszembe jutott a boldog szomorú dal. Ugye az a vers, az tulajdonképpen rímel. Itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben, mondja a végén. Tehát, hogy mindene megvan, és pont azt nem találta meg, illetve pont az veszett el az életéből, amit érdemes keresni, holott mindene megvan. Tehát. És akkor most jön egy rész a boldogságból. Boldogság. Nem tudtam, reggel van-e, vagy délután. Egyébként az utazás szórakoztatni szokott. Az életet látom, mint képet és színjátékot, tartalmától megfosztva, leegyszerűsítve. Ezúttal azonban az élet kétségbe ejtett az üres kereteivel. Minden és mindenki céltalannak és kietlennek tetszett, az osztrák ifjonc, a macska, a soványasszony a szélben, a német iskolás fiúk is, elsősorban pedig én magam. Eszembe jutottak bal sikereim és bűneim. Önvád marcangolt. Éjjel a hosszú hálókocsiban csak én váltottam ágyat. Egy gonosz arcú ellenőr, aki valami facér színésznek látszott, gúnyosan kívánt jó éjszakát, mintha már előre elhatározta volna, hogy első álmomban borotvával vágja át a torkom. Minden esetre dupla adag altatót vettem be. Órákig félébre hallgattam a vonat zakatolását, aztán elaludtam. Ordítva riadtam föl, tapogatóztam a sötétben. Nem tudtam, hová kerültem. Torkom, orrom kiszáradt. A fűtőtestek afrikai hőséget árasztottak. Valamit magamra kaptam, kitámolyogtam a folyosóra. Ebben a pillanatban kezdődött az a boldogság, melyről beszéltem. Az a boldogságom, melynél eddig sohasem volt teljesebb és külön. A vonat vadregényes, fenyves koszorúzta hegyek közé kanyarodott. Esett a hó. Képzeld,
esett a hó, így kora ősszel, mint valami meglepetés vagy ajándék az égből, s kisütött a nap. Csillogó reggel volt. Egy kis német ipari város tűnt fel a völgyben. Vettem a bőröndömet, kiszálltam. Behajtattam a városba. Kacagó gyermekek az iskolába menet, hógolyókkal dobálóztak. A háztetők fehérek voltak. Lámpák égtek az emeleteken. Villamosok csengettyűztek. Merőben ismeretlen hangom, mint a karácsonyi angyalok. Öröm dobogtatta a szívem. A legjobb fogadóban szálltam meg. Kedves tisztelettel, nagy megbecsüléssel fogadtak. Erkélyes szobát nyitottak számomra, Potomáron. Fehérhajú, búbítás szobalány lépett szobámba. Halkan beszélt. Két kancsú meleg vizet hozott. Odaálltam az ablakhoz, mely a főtérre nézett, és nem tudom meddig, szájtátva bámultam a vidám, gyermekkori hóesést. Ennyire még sohasem örültem annak, hogy a földön vagyok és élek. Az életnek újra értelme lett. Lenn, a langyos kis étteremben reggeliztem, a villanyok, melyeken színes sapkák voltak, fényt szórtak patyolat terítőmre. A falon egy családi ingaúra járt, vajat, mézet tettek elém, lágytojást is ettem, pedig azt különben utálom. Minden nagyszerű volt, minden csodálatos, minden kívánatos, magyarázhatatlanul és kifejezéstelenül szép. Tehát ekkor voltam legboldogabb életemben. Hogy miért? Annak megfejtését rátok, lélekelemzőkre bízom. Én nem törődöm az elnyomott és fölszabadult okokkal, a tudattalan és tudatelőttes jelképekkel. Nem óhajtom magam fölboncolgatni, amíg élek. Hadd maradjon az, ami vagyok, zárt, egész és titkos. Okozzon nekem ezután is ilyen érthetetlen gyötrelmeket és örömöket. Halálommal pedig teljesen semmisüljön meg, mint valami fölbontatlan levél. Hidd el, ez többet ér minden tudásnál. Mindössze oda akarok kiukadni, hogy a boldogság csak ilyen. Mindig rendkívüli szenvedés tövében terem meg, s épp oly rendkívüli, mint az a szenvedés, mely hirtelenül elmúlik. De nem tart sokáig, mert megszokjuk. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést Máté Gábornak és Bíró Balogh Tamásnak, ezt meg felmutatom, ezt pedig keressétek a boltokban.